Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Megérkezett vendégünk, a stúdióban köszöntöm Ország Ferenc meteorológust. Szép jó napot kívánok! Régóta beszélgetünk, úgyhogy a hallgatók nem haragszanak, meg szerintem, hogy a tegeződve beszélgetünk. Szia! Szervusz, jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat! Arról fogunk beszélgetni, hogy itt tapasztalhattuk, hogy mondhatni a nyár majdnem 4 hónapos lett, mert szeptemberben is szinte nyárias hőmérsékletek voltak, és az Országos Meteorológiai Szolgálat is az elmúlt időszakban pont erről publikált egy cikket is, hogy talán a szeptember olyan átlagos júniussal felérő hőmérsékletű volt? Így van, ez teljesen korrekt így. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tanulmányából kiderül ugyan, hogy jóval magasabbak voltak a szeptemberi hőmérsékletek, mint az ilyenkor megszokottak. Ez a jóval magasabb egyébként helyén kezelendő, tehát a legmagasabb szeptemberi középhőmérséklettől mondjuk egy fél fokkal volt magasabb most itt ez az idei szeptember. Ez fokban akkor konkrétan, ha számadatokat akarok, hogy tehát 20 fok, vagy 19? Így van, ez egy ilyen az ország nagy részén ilyen 20 fokot meghaladó, kicsivel meghaladó átlag hőmérsékletről beszélhetünk, és ez tulajdonképpen egy júniusnak feleltethető meg, egy jó átlagos júniusnak feleltethető meg. Szemben azzal, hogy a tavalyi szeptember nem volt ilyen meleg, ha jól emlékszem. Nem, sőt a tavalyi szeptember az ugye jóval hűvösebb volt ennél. A tavalyi szeptembernél azért itt a csapadék is rátette egy lapáttal itt augusztus végétől, szeptembertől kezdődően, azért az elmúlt évben egy jóval nagyobb mennyiségű csapadék hullott le. Ez a jóval nagyobb mennyiségű, ez legalább egy ilyen országos átlagban 60 mm-t jelentett, most ehhez képest ezt a 60 mm-t egy-egy helyen, hogyha elérte a lehullott csapadéknak a mennyisége, az országos átlag az ilyen 10 mm környékén stagnál most. Innen folytatjuk a zene után beszélgetésünket Ország Ferenccel, meteorológussal. Ország Ferenc meteorológus a vendégünk ebben az órában, és hát arról beszélgetünk, hogy a szeptember az szinte egy júniussal felérő hőmérsékletű hónap lett, illetve ezt eredményezte, és ez derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentéséből, közleményéből. Volt erre már példa egyébként az elmúlt években? Mert itt ugye a hírekben hallhattuk, hogy már több mint 100 éve nem volt ilyen meleg szeptemberben. Igen, természetesen volt azért példa melegebb szeptemberre. Itt főleg az évszázadnak, előző évszázadnak a közepén, derekán, a 40-es években volt több ilyen év is, amikor viszonylag melegebb volt a szeptember. Magyarországon ez az 1942-es év volt, ami a következő év szeptemberi meleg rekordban, ez döntötte meg most ez az idei szeptember egy durván fél fokkal. Igazából azt lehet mondani, hogy ez a 100 év, meg ez a 120 év, ez egy kicsit ilyen clickbait jellegű időintervallum, amit használnak itt a kollégáitok az írott sajtóban legfőképpen. Ugye azért 100 meg 120 év ez az időtartam, mert 1901-től számítjuk a mostanihoz hasonló programú időjárás megfigyeléseket, és 1901-től indulnak azok az adatbázisok, amiket felhasználunk a klimatológiában, itt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Úgyhogy igazából azért nem lehet ennél hosszabb időtávra visszatekinteni, mert ennél hosszabb időtávra nem szólnak a mostanihoz hasonló mérési programok, de mindenféleképpen lehet azt mondani, hogy ugye azt feltételezi ez az elmúlt 120 évben a legmelegebb szeptember, hogy azért kellene, hogy legyen még a történelem során ennél melegebb, vagy hasonlóan meleg szeptember. Az egy másik műsor témája is lehetne tényleg, hogy 200 éve az időjárást hogyan határozták meg egyáltalán. Voltak időjárás jelentések akkor is az 1800-as években? Persze voltak, sőt kecskeméti időjárás jelentésekről, illetve kecskeméti vonatkozású időjárási megfigyelésekről van is eléggé sok dokumentált irodalom. Azt lehet mondani, hogy itt a református kollégium, illetve a piarista kollégium volt az a két iskola tulajdonképpen itt Kecskeméten, ahol a fizikatanárok adták egymásnak tulajdonképpen itt a kecskeméti megfigyeléseknél a kilincset, hogy úgy mondjam, mert amelyik időszakban nem az egyik, abban az időszakban a másik iskolának a fizikatanára volt úgymond a felelős a kecskeméti megfigyeléseknek a vezetésért. Szervezetten valamikor az 1800-as évek második felében, végében kezdődött meg ez a mérés, és a mostani talán Klapka utcán volt az első
ilyen időjárás megfigyelő obszervatórium, amit a fizika tanárurak ugye szolgálati lakásuknak a kertjében állítottak föl, illetve ott végezték a megfigyeléseket. Aztán ez költözött ki utána a Paraszt főiskolára a 900-as évek elején, ott a 901 környékén, vagy a 890-es évek végén, és onnan költözött ki a 20. század közepén a repülőtérre. Ott még a Paraszt főiskola, illetve a repülőtérnek az obszervatóriuma egy 5-10 évig egymás mellett működött, és ezt követően került át az OMSZ-nak a főállomása egyértelműen a repülőtérre. Ország Ferenc meteorológus a vendégünk, és most azt kérdezem tőled, hogy ez a szeptemberi viszonylag tényleg nyárias hónap mivel magyarázható? Van erre valami magyarázat? Mert ugye tényleg változó, hogy van, amikor a szeptember egy kicsit erősebb, melegebb, van, amikor tényleg esősebb, csapadékosabb. Igen, mindenféleképpen van mögötte egy globális trend, amit láthatunk abból is, hogy globálisan is a legmelegebb szeptember lett az eddigi. Globálisan egy kicsit rosszabbul állunk, hogy úgy mondja, mert globálisan azért egy ennél a félfokos rekordnál, vagy a félfokos rekorddöntésnél egy jóval nagyobb, egy ilyen 1 fok környéki pozitív anomáliáról beszélhetünk, viszont itt helyi jellegeket, hogyha veszünk, itt a Kárpát-medencét, hogyha nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy azért, amiről már beszéltünk, hogy jóval kevesebb csapadék hullott. Ez a jóval kevesebb lehullott csapadék azt jelenti, hogy kevesebb volt a markáns ciklon átvonulás, kevesebb volt az a markáns hidegfront, ami átvonult, aminek a hátoldalán ugye hideg levegő tölthette volna ki a térséget, amit követően már kevésbé tudott volna a térség felmelegedni. Ugye a rövidülő nappalok, kevesebb besugárzás, kevesebb energia, kevesebb hő miatt. Mivel ez elmaradt, ezért melegebben meg tudott maradni valószínűleg a térség. És mondjuk ennek a szeptemberi nyárnak milyen ágazat örülhetett, vagy örülhetette, ha gondolunk itt konkrétan a mezőgazdaság jut eszembe, hogy nekik ez jó jött, vagy nem volt annyira jó, hogy mondjuk csapadék sem volt, de talán ez a betakarítás időszak, ahogy beszéltük a zene közben. Igen, igen, tehát a helyben a mezőgazdaság mindenképpen örülhetett ennek a nyugodtabb szeptembernek, kevésbé csapadékos, szárazabb időnek. Globálisan már azt mondhatjuk, hogy talán ez a nagyobb meleg, ugye egész nyáron, illetve a kevesebb csapadék itt a nyárvégi időszakban lehet, hogy már kevesebb örömöt rejtett úgy globálisan a világon a mezőgazdaságnak. Azért itt mindenféleképpen hozzá kell vennünk azt is, hogy nem csak a betakarítás van ilyenkor, hanem a jövő évi termésnek az előkészítése. Több okból is érdemes megvizsgálnunk azt, hogy egy ilyen melegebb, szárazabb időjárás jó-e vagy nem jó. Ugye egyrészt a betakarítás miatt beszéltük, hogy jó. Annak viszont kevésbé kedvez, hogy a következő évi termésnek alapvetően meg kell alapozni az idei ősszel, annak a jövő évi termésnek az előzményét, a magjait el kell vetni idén, és a magágy előkészítésnél viszont fontos lenne, hogy fel legyen töltve a talaj nedvességgel. Ez ugye nem történt meg ebben a szeptemberben, októberben, a magokat pedig el kellene lassan vetni. Ország Ferenc meteorológus a vendégünk ebben az órában, és hát ha már itt vagyunk októberben, tényleg ez az októberi hónap is úgy indult, hogy azért tényleg itt is voltak kellemes, bőven 20 fok feletti csúcshőmérsékletek, de aztán már kaptunk egy kicsit, ugye reggelente azért már 10 fok alá is süllyedt a hőmérséklet, és 10 fok alatti értéket mutatott a hőmérő. Kérdezhetem azt is, hogy mire számíthatunk, most már jön az őszi időszak. Egyre inkább azt lehet mondani, hogy bele kell, hogy menjünk az őszbe. Itt megjelennek már a hajnali párák, hajnali ködök, megjelennek itt a 0 fok környéki hőmérsékleti értékek is. Azt lehet mondani, hogy már le is néztünk 0 fok alá, ugye idén a múlt hét végén, idén, ennek a hétnek az elején, fönt az északkeleti ország részben. Mindenféleképpen már ilyen -3-4 fokok megvoltak már az idén is, viszont emellett még azért 20 fok fölötti hőmérsékleti maximumokat könyvelhetünk el napközbeni órákban. Ezek mindenféleképpen kellemesek, hogy úgy mondjam. Sokkal jobb 20 fokban sétálgatni, mint 12-ben, meg mint 8 fokban adott esetben. A globális előrejelzések azt mutatják, hogy várhatóan
itt idén nem szeretek ennyire távoli időszakokat megnézni, de még valószínűleg folytatódni fognak az átlagnál melegebb időszakok. Ez ugye azt nem jelenti, hogyha globálisan ezek folytatódnak, akkor nálunk lokálisan, akár a Kárpát-medencét tekintve nem lesz lehűlés, nem lesz hideg, nem lesz tél. Ez azt fogja jelenteni, hogy globális átlagban továbbra is a megszokottaknál magasabb, egy másfél fokkal magasabb hőmérsékleteket mérhetünk átlagban. És hogyha itt a beszélgetés végén akár most egy gyors időjárás jelentést szeretnénk kérni, hogy mi várható a hétvégén? Hát ugye beszéltünk már arról az előzőek során, hogy most már azért meg kell, hogy érkezzen az ősz, meg kellene, hogy érkezzen a hűvösebb idő, míg a hétvégéig várhatóan kitart ez a mostani nyári időjárást idéző időjárás, vagy hőmérsékleti értékekkel tűzdelt időjárás, még ez a 20-25 fok környéki maximumok szombatig, vasárnap napközbenig kitartanak, vasárnap azonban érkezik már némi csapadék, ilyenkor, amikor már érkezik egy-egy front átvonulás, egy-egy markánsabb hidegfront, és azt követően kitölti a légterünket egy északias áramlással egy hidegebb levegő. Most már azért ebben az időszakban itt október közepéhez tartva azért azt lehet mondani, hogy már nem melegszik vissza annyira markánsan a levegő, nem tud annyira visszamelegedni már a felszín, illetve a felszín közeli levegő. Ez most is így fog történni. Várhatóan lenézünk ilyen 0-2 fok környékéig a reggeli, hajnali órákban, tehát csípősek lehetnek már a reggelek, és a napközbeni időjárás is inkább a 12-14-15 fokos hőmérsékletekkel lesz megtűzdelve maximum hőmérsékletekként. És hát rövidülnek a nappalok is folyamatosan, úgyhogy kevesebb a napsütéses órák száma is, úgyhogy csak hogy ilyen általános dolgokról is szó esen, illetve hogy így, amit én megfigyeltem. Így van, egyre inkább megyünk bele a rövidebb napokban, egyre inkább megyünk bele a hűvösebb időjárásba. Hát sajnos ez egy ilyen időszak, egészen ugye december végéig, akkor megfordul a dolog, és már márciusra érezhető is lesz a nappalok hosszának a növekedése. Na és hát ugye majd jön a szokásos kérdés december környékén, hogy milyen lesz a karácsony, fehér lesz-e? Hát még nagyon távoli, legalábbis ezt megkérdeznem, úgyha tudnál rá válaszolni, úgyhogy nem is teszem. Inkább nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk ismét, és akkor egy újabb beszélgetés apropójaként szerintem még decemberben rátérünk például a téli időjárásra, meg a karácsonyra. Rendben, köszönöm szépen, várni fogom a megkereséseteket. Ország Ferenc meteorológus volt a vendégünk, vele beszélgettem az elmúlt percekben itt a Gongon.